Tanév elejé változások, a pedagógusokra új szakmai ellenőrzések várnak, valamint ebben a tanévben kezdi meg működését a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Nagyszabású beruházás, egy több mint 3,6 milliárd forintos projekt részeként készült el a bökönyi szennyvíztisztító telep, és fejeződött be a szennyvízelvezető hálózat építése. Közösségi rendészeti iroda Nyíregyházán. A cél, hogy a rendőrség a lakossággal együttműködve mérje fel a bűnügyi problémákat, és azokra közösen dolgozzanak ki megoldási javaslatokat. Több változást ígér a mai nappal induló 2015-2016-os iskolai tanév. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A pedagógusokra új szakmai ellenőrzések várnak, valamint ebben a tanévben kezdi meg működését a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, ahol közel 8000 diák összesen 88 szakmát sajátíthat el a nyíregyházi tiszavasvári és tiszalöki tagintézményekben. 144 új 9. évfolyamos diák kezdi meg tanulmányait itt a Nyíregyházi Kölcsei Ferenc gimnáziumban, így az iskola létszáma már összesen 555 főre nő. A héten alakuló értekezleteket tartanak a pedagógusok, ahol feladatuk a tanév előkészítése, a diákokat pedig szeptember 1-én várják az iskolába. Az intézményben a 2015-16-os tanévben is folytatódnak a törvény szerinti pedagógusi minősítések, valamint idén elindul az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés is. Ez azt jelenti, hogy a pedagógus 2 óráját 2 szakértő fogja meglátogatni, és meghatározott az oktatási hivatal által előkészített, miniszter által jóváhagyott sztenderdek alapján ez a tanár munkájának, a pedagógus munkájának a szakmai értékelését jelenti tulajdonképpen. Az idei változások nem csak a tanárokat érintik, ebben a tanévben kezdi meg működését a Nyíregyházi Szakképzési Centrum is. Az országban 44 hasonló központ alakult július 1-én. A nyíregyházi központhoz 10 tagintézmény kapcsolódik, 8 nyíregyházi, egy tiszalöki, valamint egy tiszavasvári szakközépiskola. Az új centrum feladata az intézmények hatékonyabb, összehangoltabb munkájának elősegítése és a térség munkaerőpiaci igényeinek maximális kiszolgálása. Erre minden iskolában egy gyakorlati oktatás szervezőt jelölnek majd ki. A fenntartónk a Nemzetgazdasági Minisztérium, és középirányítóként a Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Hivatal irányítja mi munkánkat. A tagintézmények élén igazgatók állnak, akik teljesen önállóan vezetik, irányítják az intézményt, és én nagyon remélem, hogy a szeptemberi tanévkezdésnél a tanulók nem vesznek majd semmit észre ebből a változásból. A kollégák esetében is úgy gondolom, hogy teljesen zökkenőmentes volt az átállás, hiszen továbbra is ugyanúgy közalkalmazotti jogviszonyban állnak. Annyi a változás, hogy mindenkinek a munkáltatója a szakképzési centrum. További változás, hogy a szakképzési törvény módosítása lehetővé tette, hogy felnőtt oktatással is kiegészüljenek a szakképző iskolák, így ezentúl egy második képzésen, akár munka mellett ingyen tanulhatnak majd a diákok. Egy több mint 3,6 milliárd forintos projekt részeként készült el a bökönyi szennyvíztisztító telep, és fejeződött be a szennyvíz elvezető hálózat építése. Ezzel a beruházással a község 1200 ingatlanának szennyvíztisztítása oldódik meg. Bökönny a 14 település egyike a választókerületben, ahol megvalósul a szennyvíztisztítás és a hozzá tartozó hálózat építése. A szennyvíz hálózat átadása már korábban megtörtént, most a szennyvíztisztító telep beruházása fejeződött be. A beruházás Bökönyre első része több mint 1,5 milliárd forint, amiből 10 000 folyóméter bekötővezeték és több mint 22 000 folyóméter gerincvezeték is épült. A választókerület 33 településén történik most Európai Uniós programok jóvoltából szennyvízhálózat építés. Hála Istennek, jól állunk ebben a tekintetben, mert hogy szinte minden településen elkészült ezen beruházás, ami itt Bökönyben is a település történetének egyik legnagyobb beruházása, hiszen Újfehértóval közösen 3,8 milliárd forintos beruházást jelent ez a két településnek. Ezzel a beruházással Bökönny elérte a teljes közművesítést, a lakossági rákötések aránya közel 70%-os. A tervezési paraméter az 300 köbméter per napos,
gyakorlatilag ez egy kombinált egyműtárgyas szennyvíztisztító telep. Azt jelenti, hogy minden egyműtárgyon belül van összes tisztítási fokozat, és egy rendkívül hatékonyan, kifejezetten erre az alföldi térségre tervezett, gyakorlatilag az egyik legkorszerűbb technológia, ami létezik. Jelenleg közel sincs kihasználva az új telep teljesítménye. A gazdaságosság és a hatékonyság érdekében minél teljesebb működtetésre törekszenek, így a közeljövőben Geszteréd önkormányzata is csatlakozhat a szennyvíztelephez. A hétvégén Bökönyben nem csak ezt a projektet zárták le, hanem a megújult óvodai konyhát is átadták. Mindenképpen az a jelentősége, az a legnagyobb jelentősége, hogy egy 400-500 férőhelyes konyhát tudtunk felújítani, ami a lakosság, illetve legfőképpen az óvodások és iskolás gyerekek étkeztetését biztosítja. Menüétkeztetés van, főleg abban az évben, és akkor hát még egy kis eszköz, meg anyag költség kellene rá, de majd csak kigazdálkodjuk valahogy, de így is szép. A település óvodájának konyhája a 33 millió forintos beruházásból teljesen új műszaki berendezéseket kapott, és szeptembertől készen áll a gyerekek étkeztetésére. A közösségi rendészeti projekt szemlélete közelebb hozza egymáshoz a rendőröket és a polgárokat, akik szinte bármilyen üggyel fordulhatnak a kihelyezett irodákhoz. A projekt célja, hogy a rendőrség a helyi közösségekkel együttműködve mérje fel a bűnügyi problémákat, és azokra közösen dolgozzanak ki megoldási javaslatokat. Hétfőn Nyíregyházán az Ungvár sétányon adtak át egy közösségi rendészeti irodát. 2012 és 2015 között a svájci magyar együttműködési programnak köszönhetően 476 millió forintos svájci támogatással összesen közel 560 millió forintból valósul meg a közösségi rendészet modelljének kísérleti bevezetése Magyarországon. Elsők között Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden és Zalaegerszegen hoztak létre ilyen irodákat. A közösségi rendészet modellje kreatív megoldásokat alkalmaz és minden esetben bevonja helyi lakosságot a problémák megoldásába. Itt a Józsavárosban a közbiztonság nagyobb erőket igénye, megteremtése, biztosítása. Külső itt az Ungvár sétány egyben. Hát az önkormányzatnak ez egy elsőrendű feladata. Ugye a közbiztonság első számú felelős a rendőrség, de nagyon sok módon segíthetjük a munkájukat. Most ezzel az iroda kialakításával, amit térítésmentesen adtunk át most a közösségi rendőröknek, annak érdekében, hogy legyen itt egy állandó bázisuk, egy ügyfélszolgálati irodájuk, és legyen lehetőségük találkozni az itt élőkkel. A közösségi rendőrökhöz szinte bármilyen ügyben fordulhatnak a lakosok, a rendőrök elsődleges feladata közbiztonság megteremtése és fenntartása, de ha olyan problémával találkoznak, ami nem tartozik a hatáskörükhöz, azokra is segítenek megoldást találni. Nagyon pozitív eredményeket hozott ez az újfajta szemlélet. A lakosság nagyon nyitott, és a kollégáink is meglehetősen pozitívan állnak a feladathoz. Eddigi eredmények kapcsán bizton állíthatom, hogy a folytatásban nagyon reménykedünk. Évvégéig van most meghosszabbítva papíron a dolog, de a projekt szervezetén belül még további 2 évig mindenképpen működtetni szeretnénk ezt a rendszert. De ha ne adj Isten, nem lenne erre mód, akkor is az a másfajta szemlélet, az a fajta hozzáállás és mentalitásbeli pozitívum, amit hozzátett ez az egész rendszer a jelenlegi struktúránkhoz, ez mindenképpen továbbviendő és megismerendő a többi kollégáinkkal is, mert nagyon sokat tesz. A projekt eredményeként a városokban szorosabb együttműködés alakul ki a közbiztonság javításában érintett szervezetek között, aminek hatására javulhat a lakosság biztonságérzete is. A modellt a tervek szerint további 20 nagyvárosban vezetik be. 3 napos Siréna próba lesz Nyíregyházán. Augusztus 25-én, 26-án és 27-én a megyeszékhelyen található úgynevezett polgári védelmi lakossági riasztó és tájékoztató eszközök hangos üzempróbáját végzik, amelynek során 30 másodperces folyamatos, állandó hangmagasságú sziréna hang, majd 30 másodpercnyi szünet váltakozik. Végül pedig a riadó elmúlt jelzést adják le, tájékoztatott a Nyíregyházi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség. A hangos próba semmilyen veszélyt nem jelez, csupán így ellenőrzik a riasztó eszközök működőképességét.
Út alatti áterez épül a 4-es számú főúton, az építkezés miatt berkeszre terelik a járműforgalmat. A fejlesztések várhatóan szeptember elejére fejeződnek be. A 4-es számú főutat a 300-304-es kilométer szelvény között lezárták, a forgalom most újból Berkeszen keresztül halad. Az elkerülő szakaszon egy áteresznek az építése történik, és ezért átterelték a forgalmat most a lakos, tehát a belterület felé. Ez valamikor közel 10 évvel ezelőtt volt, amikor hozzá voltunk szokva, hát azért ilyen nagy forgalom nem volt abban az időszakban, most már egyre nagyobb van. A polgármester szerint az ott élők már szinte el is felejtették, milyen volt az elkerülő megépítése előtti időszak. A Magyar Közút tájékoztatása után a település vezetősége értesítőket küldött ki a helyieknek, jelezvén, hogy pár hétre újból a településen halad majd át a forgalom. Vissza kell szokni a közlekedést, ugye, a kamionforgalmat, az átkelést a 4-esen, tehát nem úgy történik, hogy most nyugodtan sétálunk, hanem szét kell nézni, és akkor úgy lehet feljönni. Illetve az iskola kezdés, tehát szeptember 1-e, ez még szintén bele fog esni, tehát ezért is mindenképpen kellett tájékoztatni a település lakosságát ezzel kapcsolatban. A fejlesztések várhatóan szeptember elejére fejeződnek be, akkor áll vissza a normál közlekedési rend. Felújítják az egykori járásbíróság épületét Nagykállóban. A beruházásról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A Vígszínház a Testőr című komédiájával zárult vasárnap este a szabadtéri nyár 2 hónapon át tartó rendezvény sorozata. A nagy sikerű előadás rendezője Való Péter, a fő szerepeket Eszenyi Enikő, Stól András és Kern András alakítják. Megszerezte második győzelmét a Kisvárda Masztergód. A labdarúgó NB2 negyedik fordulójában Sós Imre együttese a Siófokot fogadta, és Cseri valamint Lázár góljával az újonc 2-0-ra verte balatonparti ellenfelét. A Kisvárda a hétvégén Soroksáron lép pályára. Nagykállóban 2009 őszén a várossáválás 20. évfordulójára szervezett rendezvénysorozattal vette kezdetét a funkció bővítő városközpont fejlesztése. A beruházás részeként jelenleg éppen az egykori járásbíróság épületét újítják fel. Ez az épület korábban volt már járásbíróság és kollégium is. A funkció bővítő városrehabilitációs programban a homlokzatokat már felújították, jelenleg a belső tereket alakítják ki. Nagykálló folyamatosan fejlődik, és ennek egy újabb példája az, hogy a funkció bővítő városközpont rehabilitációs programunknak egyik eleme a régi járásbíróság épületének belső felújítása. A földszinten eddig is étterem működött, ennek az étteremnek a felújítása új konyha kialakítással, új esetlegesen házasságkötő terem vagy egyéb közösségi tér kialakítása. A felső szinten, ahol régen kollégium működött, itt az új városi könyvtárat alakítottuk ki teljes terjedelmébe. A projekt keretében az egykori járásbíróság épületének belső udvarát is felújítják. Közösségi teret és rendezvényközpontot alakítanak ki a zárt udvarban, ahol koncertek, kiállítások és egyéb más programok várják majd a látogatókat. A projekt összköltsége az közel 130 millió forint, amely 100%-os intenzitású az Európai Uniós keretből, és eznek az átadása augusztus végére várható. A városfejlesztési programban már számos építési beruházás megvalósult Nagykállóban. Megújult az Óbester étterem, a református templom épülete, valamint modern piac és egy új polgármesteri hivatal is épült a városban. A Vígszínház a Testőr című komédiájával zárult vasárnap este a szabadtéri nyár 2 hónapon át tartó rendezvény sorozata. A nagy sikerű előadás rendezője Valló Péter, a fő szerepeket Eszenyi Enikő, Stól András és Kern András alakítják. Molnár Ferenc a Vígszínház legendás házi szerzője volt, műveit rendszeresen műsorára tűzi a teátrum. A Testőr egy színészházas pár magánéletét dolgozza fel. Bár a darab vígjáték, az eseményeknek mégis tétje van. Az egy éve házasságban élő pár szerelme kihűlő félben van, ami komoly döntések elé állítja őket. Együtt maradnak, vagy külön válnak. A téma mindig időszerű. Valló Péter számos darabját rendezte már Molnár Ferencnek, de a Testőrt első alkalommal állította színpadra.
Molnár Ferenc az nem csak a magyar drámairodalomból, hanem az egész világ drámairodalom, hát végignézzük, az egyik legfelkészültebb, az egyik mesterségben legjobban képzett ember. És akármennyire tűnnek esetleg a történetek maguk, a benne szereplők, a társadalmi környezetük, bármennyire tűnik egy kicsit elavultnak, olyan fantasztikus mesterséggel, tudással vannak megírva a dialógusok, annyira jól vannak az emberek ismerve és feldolgozva, amit mondanak egymásnak, az annyira hiteles és mai és valóságos, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon kicsi kis segítség kell csak ahhoz, hogy a néző tényleg úgy érezze, hogy ezek az alakok mi közöttünk élnek, és hogy ma ugyanúgy élünk, mint akkor. Az előadás női főszerepét Eszenyi Enikő, a Víg Színház igazgatója alakítja, aki ezúttal egy színésznő szerepében lép színpadra. Ennek nagyon igazinak és olyannak kell lenni, mint a valóságnak. Molnár nagyon pontosan ír. Én az életem eddigi szakaszában nagyon nagy szerepeket játszottam, nagyon különleges szerzőktől, de ennyire különleges és ennyire nagyszerű színdarabot még nem. Szóval ez mértani pontosságú, ez egy csodálatos szerző. Az egész próbaidőszak nagyszerű volt, ugye Valló Péterrel már nagyon régen dolgoztam együtt, nagyon szeretem őt, és nagyon jó volt a társaság, és hát a szerző az meg felemelő, és hát minden tud a színházról. A címszereplő testőrt Stól András játsza, aki először partnere Eszenyi Enikőnek a színpadon. Mindig nagyon-nagyon-nagyon jó érzés egy nagy színésznővel dolgozni, de azért nagyon nehéz is. Mert általában a nagy színésznőknek mindig megvan a saját levegőjük, a saját világuk. Sokszor kell alkalmazkodni, sokszor kell türelmesebbnek lenni hozzájuk. De aztán, amikor az ember ott van a színpadon, és egyszer csak megszólal az Enikő, úgy, hogy ő meg tud szólalni, és úgy tud nekem mondani egy mondatot, hogy én magam sem tudom hirtelen, hogy hol vagyok. Mert annyira el tudja az embert varázsolni. Szóval nagy élmény. Már a szabadtéri nyár rendezvénysorozata véget ért, a színházbarátok mégsem maradnak élmények nélkül, ugyanis augusztus 28-án elkezdődik a Vidor Fesztivál, ahol számos helyszínen, vidám előadásokkal, koncertekkel, filmvetítésekkel várják a közönséget 9 napon át. Megszerezte második győzelmét a Kisvárda Mastergood. A labdarúgó NB2 negyedik fordulójában Sós Imre együttese a Siófokot fogadta, és Cseri valamint Lázár góljával az Újonc 2-0-ra verte Balatonparti ellenfelét. A Kisvárda a hétvégén Soroksáron lép pályára. Az első három meccsén a két vereség ellenére is meggyőző teljesítményt nyújtott a Kisvárda, így különösebb aggodalom nélkül fogadta az Újonc a két győzelemmel érkező Siófokot. Az első gólig az első fél óra végéig kellett várni, Cseri találata viszont megérte a várakozást, a mezőny legjobbja látványos találata juttatta vezetéshez a házigazdát. A 38. percben megduplázta előnyét a Várda, a mezőnyben rengeteget dolgozó Lázár szerezte a hazaiak második találatát. Mint később kiderült, ez volt a meccs utolsó gólja, mert bár a második félidőben is uralta a játékot a Kisvárda, többször már nem kellett maga mögé nyúlni a bozsókapusnak. Teljesen uraltuk ezt a meccset. Nyilván meglepett egy picit a Siófoknak az agresszivitása, azt tudtuk, hogy szervezettel játszanak, de az elején nekünk is kellett egy jó pár perc, mire fel tudtuk venni azt a kesztyűt, amit ők elénk dobtak. Én úgy gondolom, hogy sikerült, szép gólokat szereztünk, és egyáltalán nem forgott veszélybe az, hogy a csapat a mai napon nem tudja ezt a mérkőzést megnyerni. A vendégek edzője a vereség ellenére is a pozitívumokat kereste csapat a játékában. Mi ház építés alatt vagyunk, pincében vagyunk ebben pillanatban, dolgozunk nagyon sokat, hetedik hetet vagyunk együtt, stáb, tulajdonos együtt, játékosok, 46 játékos jött-ment három hét alatt, ameddig nem kiválasztottunk pont a bajnokság előtt. Szóval ez nagyon nagy meló, és amit mondtam, hogy nagyon sok fiatal játékos ebben pillanatban szerepel, 18 évesek, 19, 20, 24, akinek nem volt eddig tapasztal, ilyen nagy tapasztal, hogy játszanak a profi bajnokságban. Valaki jött a megye egyebe, valaki NB3-ba, valaki utánpótlásból, és azért mondom ezt, mert hogy élmény ez, élmény pláne nekik, és új tapasztal, mert csak ilyen meccsek, ha tudunk játszani, ez fog segíteni nekik a jövőben, hogy ők is fejlődnek sokkal gyorsabban, jobban, okosabbak lesznek.
A forduló további eredményei: Balmazújvárosvác 1-0, Csákvár-Szigetszentmiklós 2-3, Sopron-Mezőköves 0-0, Zalaegerszeg-Dunaújváros 4-0, Ajka-Gyirmót 0-3 és Szolnok-Budaörs 2-3. A tabella élén a 10 pontos Gyirmótál megelőzve az egyaránt 9 pontos Csákvárt és Szolnokot. A 6 pontos Kisvárda a 9. helyen várja a szombati soroksári vendégjátékát. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Több változást ígér a mai nappal induló 2015-2016-os iskolai tanév. A pedagógusokra új szakmai ellenőrzések várnak, valamint ebben a tanévben kezdi meg működését a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, ahol közel 8000 diák összesen 88 szakmát sajátíthat el a nyíregyházi, tiszavasvári és tiszalöki tagintézményekben. Egy több mint 3,6 milliárd forintos projekt részeként készült el a bökönyi szennyvíztisztító telep, és fejeződött be a szennyvíz elvezető hálózat építése. Ezzel a beruházással a község 1200 ingatlanának szennyvíztisztítása oldódik meg. A közösségi rendészeti projekt szemlélete közelebb hozza egymáshoz a rendőröket és a polgárokat, akik szinte bármilyen üggyel fordulhatnak a kihelyezett irodákhoz. A projekt célja, hogy a rendőrség a helyi közösségekkel együttműködve mérje fel a bűnügyi problémákat, és azokra közösen dolgozzanak ki megoldási javaslatokat. Hétfőn Nyíregyházán az Ungvár sétányon adtak át egy közösségi rendészeti irodát. A Kölcsei Televízió hétfői híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb esővel. Kedden gyenge hidegfront vonul át felettünk, ezért ismét több felhőre és mérsékeltebb felmelegedésre számíthatunk. Éjjel az éjszakai órákban nyugat felől megnövekszik a felhőzet, néhol zápor előfordulhat. A délkeleti szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 fok körül alakul. Holnap napközben nagyrészt erősen felhős lesz az ég, majd kora délutántól felszakadozik, csökken a felhőzet. A nap első felében több felé, majd egyre kevesebb helyen fordulhat elő eső, zápor. A déli szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23-27 fok között alakul. Fronthatás nincsen térségünkben. Szerdától egyre melegebb, napos idő várható, csapadék nélkül, a hétvégén országszerte 30 fok feletti csúcshőmérsékletre számíthatunk, az éjszakák viszont felfrissülést hoznak. Az ősz közelettét jelzi az e naphoz kötődő népi időjárási rigmus is, amint Szent Bertalan magát mutogatja, az őszi idő is magát mind a szerint tartja.